A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében az önkormányzatok idén is biztosítják az ingyenes gyermekétkeztetést a téli szünetben. Nyíregyházán ezt jellemzően az általános és középiskolás tanulók veszik igénybe, hiszen a bölcsődék és óvodák ilyenkor is nyitva vannak. A téli szünidei étkeztetés 7 munkanapot érint, december 21-től 31-ig. A Szabolcsi megye székhelyen naponta 10 és 14 óra között házhoz szállítják az ételt. Az állam ehhez 285 forintos normatívát biztosított, amelyet az önkormányzat kiegészített. Fontos, hogy az ingyenes étkeztetés nem jár automatikusan, erre külön kérelmet kell benyújtani. Az 510 fő jogosultból eddig 447 fő jelezte, hogy igény tart a napi egyszeri ingyenes étkezésre, azonban, hogyha valaki még ezt nem tette meg, azt az önkormányzat felé továbbra is jelezheti. Nyáron olyan 700-800 körül vették igénybe, most kicsit kevesebben, de ezt mindig úgy kell érteni, hogy a nyári szünetben az óvodák és a bölcsödék is 2-3, illetve 4 hétre bezárnak, viszont a téli szünetben mindig csak az iskolák zárnak be, így ezért kevesebb most ez a létszám. Az ingyenes étkezést igénylők száma nem csak a megyeszékhelyen alacsonyabb a nyári szünidőhöz képest. Nyírtelek polgármestere is hasonló arányokról számolt be híradónknak. Szekeres József azt mondta, a nyári és az őszi szünetben többen használják ki a szünidei étkeztetést. Télen az ünnepekkor szívesebben főznek otthon a családok, ilyenkor átlagosan 15-20 ember veszi igénybe ezt a lehetőséget. Azok vehetik igénybe, akik hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Tehát nyilván az elsődleges szempont az, hogy rendszeres gyermekvédelmivel rendelkezzenek, és akkor ehhez, hogyha hozzáveszük azt, hogy a szülők iskolázottsága, illetve hogy milyen időtartamban keres állást, illetve milyen lakhatási körülményeik vannak, ezt nálunk mindig egy környezettanulmánnyal alá szokták támasztani, és hogyha valakinek ebből a háromból még egy hozzájön a rendszeres gyermekvédelmi, az akkor nyilván hátrányos helyzetű, hogyha pedig már kettő, akkor ezek a hátrányos dolgok halmozódnak, tehát ennek következtében halmozott a hátrányos helyzetű. Mindenki, aki jogosult rá, az nálunk ezáltal igénybe vett, és ez minden évben ugye változó ez a szám. A polgármester hozzátette, a vírus helyzetre való tekintettel nincs lehetősége arra, hogy ételhordóban vigyék el az ebédet, azt csak előre csomagolt dobozban adják ki.